Az előző fordulóban Jászberényben elszenvedett 3-0-ás vereséget követően mindenképpen javítani akart a Sényű, amely a tabellán előtte álló Ceglédet fogadta. A szezont döntetlennekkel kezdő házigazda az első félidő végén 2-1-es vezetéssel mehetett pihenőre. A második 45 percben újabb 3 gólt szereztek a hazaiak, így végül magabiztos győzelemmel zárta a találkozót az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. Mindenféleképpen szerettük volna ezt a mérkőzést megnyerni, becsületesen felkészültünk a ceglédi csapatból, és úgy érzem, hogy sikerült is. A helyzet kihasználásunk nagy mértékben feljavult, igazából az a bajnokság elején is megvoltak a helyzeteink a mérkőzéseken, valamiért ott nem mentek be, és most arra éltünk odáig, hogy most már bemennek. A Sényű 10 fordulót követően 3 győzelemmel, 5 döntetlennel és 2 vereséggel a 8. helyen áll az NB3 keleti csoportjában. Azt látni kell, hogy meg saját bőrünkön tapasztalhatjuk hétről hétre, hogy szerintem az elmúlt évhez kb. Egy olyan 20%-ot erősödött a bajnokság, meg ugye minden hétvégén tényleg születnek olyan eredmények, hogy egyik csapat se mehet se otthon, se idegenbe, senki ellen biztosra. Szeretnénk még minél több pontot gyűjteni. Ugye a hivatalos őszi szezonból még van 5 mérkőzés, aztán november végén gyorsan kitavaszodik, és van 2 előrehozott mérkőzés, ugye, ahol szeretnénk minél több pontot gyűjteni ezeken a mérkőzéseken, ugye, mert tavasszal csak 13 mérkőzés lesz. A Sényű vasárnap a tabella 6. helyén álló ESMTK otthonában lép pályára. A 11. forduló további párosítása a következő: Ceglid Balassagyarmat, Jászberény Tiszaújváros, DVTK 2 Putnok, Gyöngyös Tája, Füzesgyarmat Ózd, Eger Deac és 60 DVSC 2.